Kommunikálni, de ésszel. Ferenc pápa üzenete a tömegtájékoztatási világnapra. Lengyel-magyar barátsággal Ukrajna fiataljaiért. Balogh Zoltán lengyel miniszterekkel egyeztet. Mire jó a sivatag naperőmű Chilében? Üdvözlöm Önöket, a Bónum híreket látják. Segítséget és akadályt is jelentenek a mai kommunikációs eszközök, hiszen elszigetelnek egymástól. Ezek helyes használatát a családban kellene megtanulni. A családban tanítják és tanuljuk meg a kommunikációt. Ez Ferenc pápa üzenetének magva, amelyet a tömegtájékoztatás 49. világnapjára adott ki. A mai kihívás az, hogy újra megtanuljunk beszélni, ne csak információkat gyártsunk és fogyasszunk. Ezt írja Ferenc pápa a tömegtájékoztatás 49. világnapjára kiadott üzenetében. A Kommunikálni a családot, a találkozás kiemelt helye a szeretet ingyenességében című üzenetben az egyházfő felhívta a figyelmet annak veszélyeire, hogy a média megakadályozhatja a kommunikációt a családban. Ugyanakkor elő is segítheti a beszélgetést, írja a pápa. Elősegítheti a kapcsolatban maradást távol lévőkkel, továbbá, hogy köszönetet mondjunk és bocsánatot kérjünk, ezáltal mindig lehetővé téve újra a találkozást. Üzenetében a Szentatya rámutatott, hogy a szülők az első nevelők, akiket segítenie kell a keresztény közösségnek, hogy gyermekeiket az emberi méltóság és a közjó kritériumai szerint kommunikációs környezetben neveljék. A család egy olyan környezet, amelyben megtanulunk kommunikálni a közelségben. Megtanuljuk, mit jelent kommunikálni a kapott és adott szeretetben. Ne a múlt védelmezéséért küzdjünk, hanem türelemmel és bizalommal munkálkodjunk a jövő építésén minden környezetben, kéri Ferenc pápa a tömegtájékoztatás 49. világnapjára írt üzenetében. Ferenc pápa hétfőn is több egyházi elöljárót fogadott. Először Barcelona, majd a venezuelai Coro érseke járult a Szentatya elé. Ezután két nyugalmazott olasz püspökkel, majd Alejandro Morál Antón atyával, ágostonrendi főelöljáróval találkozott a pápa. Továbbá fogadta a Jeruzsálemi Zsidó Egyetem 50 fős küldöttségét is. Lerövidítheti a házassági érvénytelenítő eljárások menetét a házasság méltóságáról szóló kánonjogi rendelkezés ismerete, valamint megszokottsága, mondta Ferenc pápa a rendelkezés megjelenésének 10 éves évfordulója alkalmából rendezett konferencia résztvevőinek. A gyors ügyintézés, miként a hétköznapi tapasztalat jelzi, gyorsabban sikerül annak, aki jól ismeri a követendő utat, hangsúlyozta a pápa, majd hozzátette: nem kutatták ki mindmáig ennek a rendelkezésnek a tartalékait, és azt sem lehet kizárni, hogy a jövőben utólagos törvényhozó intézkedések történjenek ugyanebből a célból. Szentmisét mutattak be az újságírókért, és átadták a Szalézi Szent Ferenc díjakat Budapesten. Az egyetemi templomban Spányi Antal és Cserháti Ferenc püspökökkel koncelebrálta a szertartást Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, majd a központi szeminárium dísztermében átadta az elismerést Vörös Istvánnak. Az újságírók védőszentje ünnepéhez kapcsolódva január 26-án szentmisét mutattak be a médiában dolgozókért a Budapesti Egyetemi Templomban. A szertartáson, melyen Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsekkel koncelebrált Cserháti Ferenc és Spányi Antal az érsek azt mondta, a médiában dolgozók is bekapcsolódnak az igehirdetés munkájába, ahogyan a napi evangéliumban megjelenő 72 tanítvány is tette az apostolok mellett. A szentmisén a közelmúltban elhunyt rádiós, szerkesztő műsorvezető Vízi Dorottya lelki üdvéért is imádkoztak. A genfi püspökről, Szalézi Szent Ferencről elnevezett sajtóösztöndíjat ezután adta át Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a központi szeminárium dísztermében Vörös István rádiós szerkesztő riporternek. Az újságírói hivatás megbecsülésének jeléül a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2001-től minden évben ösztöndíjjal támogatja a média egy-egy munkatársát, a keresztény értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítéséért a nemegyházi sajtóban. Veszprémben is imádkoztak a keresztények egységéért. Az ökumenikus imahetet Márfi Gyula érsek nyitotta meg január 19-én. Veszprémben az ökumenikus imahét záró imaórájára a református nagytemplomban került sor, melyen részt vett dr. Márfi Gyula érsek, Niederhofer Zoltán református lelkész,
László Dezső plébános, Závodi Zsuzsanna református lelkész és Izsó Zoltán evangélikus lelkész. Már Figyula érsek ige hirdetésében arról beszélt, hogy a szamariai asszony szavára is már sokan hittek Jézusban, a vele való személyes találkozás hatására pedig még többen. A mai időkre vonatkoztatva hangsúlyozta, hogy a tudósok, művészek között is sokan mélyen hisznek abban, hogy Jézus több volt, mint ember. Szombathelyen számos eseménnyel, történettel emlékeznek meg Szent Mártonról születésének 1700. évfordulójához közeledve. Szent Márton népszerűségét jelzi, hogy több országban bélyegeken is található róla ábrázolás. A szombathelyi Steindl Rezső több évtizede gyűjt bélyegeket és azokat a ritkaságokat is, amelyeken a szavariai születésű szent püspök látható. A legrégebbi egy 1910-es, amit Belgiumban adtak ki. A bélyegekből jelent meg válogatás nemrég könyv formájában. A legtöbbször a püspököt a köpeny megosztás jelenetével ábrázolják. Sokszor különféle segélyakciókhoz kapcsolódva adtak ki Szent Mártonos bélyeget. Hazánkban 1972-ben örülhettek ilyen különleges bélyegnek a gyűjtők. A világ valamennyi kontinensén fellelhetők Szent Mártonos bélyegek Venezuelától Ruandán át az arab országokig. Január 27-e a holokauszt nemzetközi emléknapja. 1945-ben ezen a napon szabadult fel Auschwitz-Birkenau, a legnagyobb és leghírhedtebb náci haláltábor. Az emléknap alkalmából Áder János köztársasági elnök az MTI-nek eljutatott közleményében úgy fogalmazott: a haláltáborok ártatlan áldozatává lett honfitársaink emléke arra figyelmeztet, hogy a ma élő magyaroknak és minden utánunk jövő nemzedéknek örök időkre szóló erkölcsi feladat testvérként vigyázni egymásra. Soha többé nem jöhet olyan idő, amikor magyar a magyar ellen fordul. Ez hazánk 20. századi történelmének egyik legfontosabb tanulsága. Együtt vagy külön, a felzárkózás lehetőségei és esélyteremtés a köznevelésben címmel rendezett konferenciát az Alapjogokért Központ. A szegregáció témájával kapcsolatban szervezett szakmai napon a felzárkózást segítő oktatás kapcsán zajlottak kerekasztal beszélgetések. A konferenciát Cibere Károly Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára nyitotta meg. A kerekasztal beszélgetések résztvevői közt volt a Századvég Alapítvány vezető kutatója Bauer Béla, több a szegregációval küzdő intézmény vezetője, valamint a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke is. Továbbá oktatási szakértők, pedagógusok és az EMMI helyettes államtitkára is felszólaltak a konferencián. Lengyel-magyar akció indul az ukrajnai fiatalok támogatására, erről Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere beszélt Varsóban. Magyarország és Lengyelország egyaránt szolidáris az Ukrajnában szenvedő emberekkel, ezért közös táborokat szervez ukrán, lengyel és magyar fiatalok számára, nyilatkozta a miniszter az MTI-nek. A Varsói Külügyi Intézetben tartott előadásában azt hangsúlyozta, Lengyelország a néhai II. János Pál pápa, illetve a Szolidaritás szakszervezeti mozgalom országát jelenti a magyarok számára, valamint azt az országot, melynek lakosai 1956-ban szolidárisak voltak Magyarországgal. A kétoldalú kapcsolatokat azonban a jövőre vonatkozóan kell fejleszteni, illetve erősíteni, tette hozzá Balogh Zoltán. Folytatódik a Körösi Csoma Sándor program, amelynek célja a diaszpora magyarságának megerősítése, jelentette be a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden a fővárosban. Potápi Árpád János a sajtótájékoztatón elmondta, idén ismét 100 fiatal utazhat 5 kontinensen a diaszpora magyar közösségeihez. A programnak felső korhatára nincs, és arra is lehetőség van, hogy a korábban már kint járt fiatalok térjenek vissza a közösségekhez. A jelentkezéseket február 27-éig várják. Az ukrán kormány rendkívüli állapot bevezetéséről hozott döntést hétfőn a harcok sújtotta Donyeck és Luhanszk megyékben, országosan pedig emelt szintű riadókészültséget rendelt el. A rendkívüli állapotot a lakosság biztonsága érdekében vezetik be, hogy a kormányzati szervek munkáját és a polgári védelem tevékenységét a lehető legjobban összehangolhassák, nyilatkozta a miniszterelnök. Az ENSZ hétfői rendkívüli ülésén a főtitkár kifejtette,
A kelet-ukrajnai Mariupol elleni szombati rakétatámadás háborús bűncselekmény volt, mert szándékosan civilek ellen irányult. A támadás után kiújultak a harcok Ukrajnában, és az EU további, az eddiginél szigorúbb szankciókat tervez Oroszország ellen. Több ezren tüntettek Párizsban az eutanázia engedélyezése ellen. A Menet az életért nevű francia civil szervezet idén az eutanázia legalizálása ellen szólította tagjait az utcára. A francia nemzetgyűlés a héten kezdi meg a végstádiumban lévő betegek halálba segítéséről szóló törvénytervezet vitáját. A megmozduláson az Emberi Méltóság Központ nevű magyar szervezet képviseltette magát. Bécsben is az életvédelem nevében meneteltek. Az osztrák fővárosban gyászfelvonulást tartottak annak emlékére, hogy 40 éve legalizálták az országban az abortuszt. A résztvevők fekete léggömbökkel a kezükben vonultak az egyik legismertebb művi terhesség megszakítást végző magánkórház elől a parlamenthez. Utóbbi előtt koszorút helyeztek el a meg nem született gyermekek emlékére. A felvonulást a Fiatalok az Életért elnevezésű szervezet rendezte. Chilében elkészült a világ legnagyobb napeleme. Az Atacama sivatag 1300 méteres magasságában lévő részén nagy a hőség és a szárazság, ezért alkalmas naperőmű létesítésére. A PV Salvador névre keresztelt napelemmező 70 megawattos teljesítménnyel üzemel majd, egy 70 ezer lakosú városnak szükséges áram megteremelésére képes. A SunPower vezetői szerint több újdonságnak tekinthető technológiai megoldást alkalmaztak. Így például szinte teljesen robotizált lesz a telep karbantartása és tisztítása, így rengeteg vizet tudnak megtakarítani. A holokauszt emléknapjához kapcsolódva megismerhetik a hadifogságba esett színészek mindennapjait is a Bajor Gizi Múzeumban, még ezen a héten látogatható Színészkatonák Fogoly Primadonnák című tárlatból. A kiállítás február 1-én bezárja kapuit, ezért érdemes még a napokban időt szakítani a különleges gyűjtemény megtekintésére. A bónum híreket látták? Ne feledjék, ha hírük van, küldjék el nekünk ugyanúgy fotóikat és videóikat is. Ha tehetik, támogassák a televíziót, hívják adományvonalunkat. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!